Hát őrület, mondta Antoine. Ezek mennyit isznak, ezek a vének? A keleti pályaudvaron történt, beültek a nagy terembe. Egy dízőz énekelt egy ilyen emelvényen, egy 20 centis emelvény lehetett, azon énekelt a dízőz, egy réges-régi tangót. Akkor jöttek be Desiree meg Antoine. És ez az asztalhoz ültek le, ahol ez az öreg részeges ült a pohárral a kezében. Az Antoine azt mondta a Desireenek, hogy te így áthajolt. Most nem tudok rád nézni. Így áthajolt, és azt mondta, hogy a nemzedéki ellentéteket öreg most egy kicsit ki tudnánk élezni. És ugyanezzel a mozdulattal nekilöködött az öreg embernek, és azt mondta, hogy nem erőltetett ez a dolog egy kicsit, hogy még itt, mindig itt iszogatunk? Hány éves maga? 200? Nem erőltetett ez? Túlélni mindent? Mondta Antoine az öreg embernek. A régi nők, ja, tudom, a háborúk, a frontok. Átmentünk sok mindenen. Aha. És még iszunk, még mindent tudunk, még azért bemegyünk egy kocsmába, még meginni még két fél decit. Harizsnya lent, blúz odafent, régi nők, haha, ismerem a történetet, mondta. Az öreg pedig mosolygós kékszemű ember volt, ilyen rűt hajú, és azt mondta Antoánnak, hogy igen, igen uram, ki tudja, látja, maga se tudja pontosan, azért van az egész, mert kilát az emberekbe. És azt mondta, hogy én például születtem Magyarországon, 77 éves vagyok, fejemben összekeveredtek a féldecik s kormányzatok. Neveltek haza szeretetre, hittem az Istenben is, harcoltam két háborúban, túléltem az Istenbe is. Elhagytam kérném, vagy 39 asszonyt, s vagy két annyi elhagyott. Tankcsapdákba húgyoztam, ettem lótetemet, és mégis itt vagyok. Fejemben egy verkli jár, mely verkli így muzsikál. Túléltem mindeneket, kormányt és féldeciket. Egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábaim, de áll önök előtt. Fiam Bór idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. Hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul? És ahogy magukat nézem, egyik sem beton kemény, elszállnak az első szélre, mi lesz így, kérdezem én. Fejemben egy verkli jár, mely verkli így muzsikál. Túléltem mindeneket, kormányt és féldeciket. Egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábaim, de áll önök előtt. És ezzel a mozdulattal az öreg ember elment, pohár a kezébe, lötyögött az ital, és az Antoine
Mindegy, így történt, az Antoine utána nézett, majd Desirére zavartan, és azt mondta, hogy ki ez, Gránátos? Vagy ki ez? Hát békeidő van, ne szórakozzunk. És az öreg a negyedik asztaltól így huncutul, a kék szemével így visszavillant, nevetett, na az Antoine nem nevet.